Sziasztok, Zsuzsi vagyok, és a mai videó egy picit rendhagyó videó lesz, ugyanis a csatornámon én főleg sminkes tartalmakat szoktam hozni, ez a mai videó viszont inkább a bőrápolásról fog szólni, méghozzá annak is egy speciális szegmenséről, az öregedés gátlásról, vagyis az anti-aging rutinról. De mielőtt belekezdenék, el kell, hogy mondjam, hogy én nem vagyok bőrgyógyász, nem vagyok kozmetikus, ezért kérlek, hogy ezt a videót csak úgy tekintsétek, mint egy ilyen ötlettár. Ötletek tára ugyanis. Azért választottam ezt a témát, mert az utóbbi időben, hogyha anti-aging rutinról van szó, ha bőröregedés gátlásról van szó, akkor az egyik anyag, az egyik hatóanyag, ami állandóan szóba kerül, az a retinol. És azt kell, hogy mondjam, hogy ez folyik körülbelül a csapból is. Természetesen nem csak ennyiből áll az öregedés gátlás, és pont ezért készítem ezt a videót, ugyanis a retinol nagyon szuper, viszont egyetlen egy probléma van vele, nem mindenkinek bírja a bőre. Az én bőröm se bírja többek között. Ezért gondoltam arra, hogy összeszedem nektek azokat a termékeket, hatóanyagokat, amik azt gondolom, hogy igenis részei tudnak lenni egy hatékony anti-aging rutinnak, még akkor is, hogyha a te bőröd nem bírja a retinolt. Annyit még el kell mondanom, így a retinollal kapcsolatban, hogy tényleg ez állítólag az egyik legszuperebb, legerősebb öregedésgátló hatóanyag, tehát hogyha bírja a bőröd, akkor nagyon szuper, viszont tényleg nagyon sok embernek nem bírja a bőre, többek között ugye, ahogy említettem, az én bőröm se, pedig természetesen nagyon lassan vezettem be a rutinomba, heti kétszer használtam az elején, illetve nagy hígításban, tehát nagyon kis százalékban tartalmazta a retinolt az a szérum, amit én használtam. De az én bőröm nem reagált jól rá, úgyhogy ezért elkezdtem valamiféle pótmegoldást, valamiféle másik megoldást keresni erre a problémára. És még egy dolog ezzel a videóval kapcsolatban, ezek azok a termékek és azok a hatóanyagok, amiket én próbáltam, és nagyon pozitív velük a tapasztalatom. Természetesen nagyon örülök, hogyha kommentben itt hagyjátok nekem, hogyha van esetleg másik hatóanyag, amit én most itt nem említek ebben a videóban, és nektek bevált, működött, és szívesen használjátok. És ami szerintem a legfontosabb része így az anti-aging rutinnak, az nem más, mint a fényvédőzés. Ez egy nagyon-nagyon fontos lépés, tulajdonképpen a legfontosabb. Most itt az én kezemben egy Garnier szérum fényvédő található, de rengeteg különböző fényvédőt találtok a drogériákban, gyógyszertárakban, rengeteg különböző bőrtípusra lehet most már kapni. Szerencsére szerintem az elmúlt 4-5 évben így iszonyatosan meglódult a fényvédőknek a fejlesztése. Tényleg már különböző textúrájúak kaphatóak, hogyha a mattítás fontos, találsz már olyan fényvédőt, ami matti, tehát nem lesz ilyen nagyon fényes tőle a bőröd. Ugye sokáig ez volt az egyik fő probléma szerintem, így például a fényvédő használatával, hogy úgy néztünk ki tőle, mint egy diszkógömb, vagy pedig ugye ez az ilyen fehér réteg, amit így a bőrön hagyott régen a fényvédő, már ezt is a legtöbb fényvédővel nem tapasztalja az ember. Kicsit kell keresgélni persze, hogy az ember megtalálja azt, ami az ő bőrére ideális, amivel eléri azt a hatást, ami számára ideális, de tényleg azt gondolom, hogy hál' Istennek most már a drogériák polcain is szuper fényvédőket lehet találni. Tényleg, én például ezt is nagyon-nagyon kedvelem. Na, de nézzük a hatóanyagokat. Nekem az egyik kedvenc hatóanyagom, amit bőröregedés ellen szoktam bevetni, az a Q10. Rengeteg krémet találtok már, Q10-et, vannak szérumok is, Q10-es krémek, nappali krém, éjszakai krém, szem alatti tapaszt, tényleg mindenféle van. Mindjárt megmutatom, hogy most pillanatnyilag mi található itt az én kis gyűjteményemben. De hozzátenném, hogy ráadásul étrendkiegészítőben is lehet Q10-et szedni, én alapvetően egyébként ezt magas vérnyomásra szedem. Támogatja ugyanis az érfalak rugalmasságát, ami ugye csökkenti így a vérnyomást, vagy mindenképp jót tesz, hogyha valakinek magas vérnyomása van. Na, de itt van például egy éjszakai arckrém, ez a Cadea Vera, ez a Müllernek egy éjszakai arckréme. Én ezt eléggé kedvelem, nem mondhatom, hogy abszolút a kedvenc éjszakai arckrémem, mert egyébként egy eléggé könnyű arckrém, én pedig éjszakára szeretem a kicsit nehezebb arckrémeket, de minden esetre Q10-et tartalmaz, abszolút szívesen használom, és tényleg ilyen nagyon-nagyon baráti áron, most konkrétan nem emlékszem, de 1000 forint környékén lehet kapni. Amellett egyébként, hogy ez egy Q10-es arckrém, E-vitamint is tartalmaz. Ez egy másik olyan hatóanyag, amit így nagyon szívesen használnak a különböző bőröregedés gátló termékekben. Ez egy ilyen antioxidáns hatású vitamin. De hatalmas kedvencem nekem például az Izanának ez a Q10-es szem alatti tapasz.
Jó szívvel tudom ajánlani, ez ugyanis egy olyan szemtapasz, ami nem csúszik le, tehát nem egy ilyen hidrogél tapasz, ami a legtöbbször így elkezd lecsúszni az ember arcán, hanem szépen felragasztjuk és ott marad. Úgyhogy tényleg én ezt nagyon kedvelem, a Baleának is van egyébként ilyen szem alatti tapasza. Ahogy említettem, ezt a Q10-et lehet szérumban is kapni, ez megint csak egy Cadeavera termék, ez egy szem és egy arcra való szérum, ugyanúgy E-vitamint is tartalmaz, illetve Q10-et, ez egy ilyen egészen krémes szérum. Nem a kedvencem egyébként, ezt meg kell, hogy mondjam, de alapvetően csak azért, mert ez egy ilyen pipettás dolog, ja, és nem tudom, én ezzel így küzdök, hogy így kinyerjen belőle mindig a szérumot, pedig igazából csak itt a tetejét kell lenyomni, nem tudom, valahogy még nem sikerült ezzel a csomagolással megbarátkoznom, de tényleg ezt is nagyon-nagyon jó áron lehet kapni, és szerintem hatását tekintve teljesen szuper termék, mondom, én egyedül a csomagolásával szoktam egy picit küzdeni, de lehet például kapni, a Revoxnak is vannak ezek a szérumjai, és például az ő Q10-es szérumok az egy ilyen kifejezetten olajos szérum, nagyon szépen hidratálja mellette szerintem az arcbőrt. Ezek tehát a Q10-es termékek, amiket én használok, nyilvánvalóan nem feltétlenül mindent így egyszer. Ugye említettem már az E-vitamint, és van nekem egy ilyen szérumom, ez a Medinaturáltól, ez egy C-vitamin szérum alapvetően, de van benne E-vitamin is, illetve hialuronsavat is tartalmaz. A hialuronsav, ez pedig majd a hidratálás miatt lesz nagyon fontos. A C-vitamin pedig alapvetően azért ajánlják, mert a különböző pigmentfoltokat el tudja halványítani. Ez is gyakran velejárója tud lenni a bőröregedésnek. Nekem szerencsére ezzel különösebb problémám nincsen, de az E-vitamin tartalma miatt ezt így nagyon kedvelem használni, úgyhogy ez egy jó kis szérum, egyetlen egy dolgot mindenképp meg kell vele kapcsolatban jegyeznem, hogy egy elég erős szaga van. Úgyhogy ha nem szereted az ilyen, ugye próbálom nektek megfogalmazni, mert egy ilyen nagyon-nagyon partikuláris, speciális szaga van, kicsit ilyen gyógynövényes, úgyhogy ez az ilyen gyógynövény illat így benne van, de szóval egy kicsit ilyen szúrós is, hogyha ez téged zavar, akkor nem ez lesz a kedvenc szérumod, de egyébként hatását tekintve nekem ez az abszolút kedvenc C-vitaminos szérumom. Sok más C-vitaminos szérumot is kipróbáltam már, és az az igazság, hogy nekem alapvetően annyira nem jött be, úgyhogy én arra gyanakszom, hogy ez a szérum itt az E-vitaminos kombója miatt működik nekem ilyen jól. És ha már hidratálás, igen, a hialuronsav, ezt így alapvetően szerintem már minden alapozóban benne van, minden nappali arckrémben benne van, úgyhogy tényleg már a csapból is hialuronsav folyik. Úgyhogy ez tényleg egy olyan dolog, ami szerintem megint csak egy kicsit bőrtől függ. Ugyanis én azt tapasztaltam, hogy az én bőröm, amikor kifejezetten használtam ilyen hialuronsavas szérumot, nem reagált rá különösebben, tehát kb. Olyan volt, mintha nem is használnám, úgyhogy nekem ez személy szerint nem egy ilyen fontos része a rutinomnak, de érdemes lehet vele kísérletezni, mert nagyon sokaknak nagyon szépen működik. Ugye a hidratáltság az azért borzasztóan fontos, mert ettől tűnik a bőrünk sokkal teltebbnek. Úgyhogy ez mindenképp egy ilyen fontos része az anti-aging rutinnak. És ha már hidratáltság, igen, igen, ne felejtsük el, igyatok vizet, sok-sok vizet, ne kávét, ne kólát, hanem vizet, mert az, ami rendesen tud hidratálni. És akkor a közhelyeket ezennel be is fejeztem. De nem véletlenül kerülgetem itt a hidratálással egyébként a forrókását, ugyanis van egy olyan hatóanyag, ami miatt most biztos, hogy nagyon sokan azt fogják mondani, hogy jaj, ne, hát ez nem is ér semmit, és ez nem más, mint a kollagén. Az az igazság, hogy én körülbelül most egy éve használok kollagénes arckrémet, és igen, igen, tudom, a kollagén alapvetően a krémekből nem tud kellő mélységben beszívódni az arcbőrbe. Ezért a kollagént alapvetően nem így pótoljuk, tehát nem kollagénes arckrémek felvételével, viszont. Be fogom nektek linkelni egyébként a SkinSmartnek a kollagénről szóló cikkét, ott nagyon szépen le van írva, hogy miért nem jó így alapvetően a kollagén, viszont azt is megemlítik benne, hogy a kollagén az igenis nagyon szépen tudja hidratálni az arcbőrt, és az az igazság, hogy az én bőröm nagyon szereti, úgyhogy nekem az a gyanús, hogy itt valószínűleg az én bőröm jól reagál a kollagénre hidratáció szempontjából, és ezért nagyon kedveli a bőröm. Amit most használok, az például az Eveline Cosmeticsnek egy ilyen organic aloe és kollagén tartalmazó kréme. Eleve az aloét nekem nagyon szereti a bőröm, mert alapvetően érzékeny bőröm van, és nagyon szépen nyugtatja, ebben pedig ugye kollagén is van, amit említettem. Én azt tapasztalom, az az eredménye ennek a kollagénes arckrémnek, hogy szépen hidratált, és ezáltal egy kicsit kisimultabb az arcbőröm, de
De, itt egy nagy-nagy de, igen, tudom, hogy alapvetően nem a kollagén pótlódik vissza a bőrömbe. Ettől függetlenül, mivel nekem pozitívak ezzel a tapasztalataim, ezért szívesen megosztom veletek, és azt mondom, hogy érdemes lehet kipróbálni. Viszont jöjjön szerintem az egyik lényeg, aminek nagyon-nagyon örülök, hogy rátaláltam, ugyanis kifejezetten elkezdtem a retinol pótlása, a retinol helyett valami másik terméket, másik hatóanyagot keresni így az interneten, és így bukkantam rá a bakuchiolra. Ez a Medinaturalnak egyébként egy retinol-like, tehát már a neve is utal arra, hogy a retinolt helyettesítő, a retinolhoz hasonló szérumról van szó, ami bakuchiolt tartalmaz, illetve hialuronsavat is tartalmaz, amit ugye már beszéltünk, hogy a hidratálás miatt nagyon fontos, szóval szerintem ez egy szuper kis szérum, és tényleg nagyon sok helyen ajánlják, hogyha valakinek érzékeny a retinolra a bőre, akkor érdemes ezzel a bakuchiolral kísérletezni. Az az igazság, hogy amikor én elkezdtem ilyen bakuchiolt keresni, kaphatóak szérumok, de azért nincsen belőlük így annyira elárasztva a piac, mint mondjuk retinolból. Tényleg retinolt szerintem már mindenhol lehet kapni, ezt a bakuchiolt kevésbé. De én azt tudom neked javasolni, hogyha esetleg tényleg a retinollal volt problémád, akkor érdemes lehet bakuchiolos termékeket kipróbálni, illetve mondom, én most ezt a Medinaturalnak, ezt a Retinol-like szérumát használom, ami nekem egyelőre nagyon bevált, és nagyon szeretem. Még van egy hatóanyag, amiről csak egy mondatot szeretnék mondani, ugyanis én még nem próbáltam, de folyamatosan ott van a listámon, hogy kipróbáljam, és ez nem más, mint a peptidek. A peptideknek is nagyon nagy szerepe van így az anti-aging bőrápolásban. Elég sokat olvastam már róluk, úgyhogy tényleg ez lesz a következő hatóanyag, amit ki fogok próbálni, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lesz vele a tapasztalatom. Lányok, én, ahogy említettem, nem vagyok bőrgyógyász, ezek egészen egyszerűen az én tapasztalataim a különböző hatóanyagokkal, hogy mi az, ami bevált nekem, és mi az, ami nem. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy nektek milyen hatóanyagok voltak, milyen termékek voltak, amik ebben az anti-aging, illetve öregedés, gátlás témában úgy érzitek, hogy beváltak. Ja, és még visszatérve a retinolra, én egyébként a retinolt nem gondolom, hogy így örökre elvetettem, de az biztos, hogy most egy ideig nem fogok vele kísérletezni, nagyon érzékenyé tette a bőrömet, tényleg nem szerettem, pedig igyekeztem betartani minden szabályt, amit írnak, hogy hogyan vezessük be a retinolt a rutinunkba, nekem sajnos így se vált be. Azért szerettem volna ráadásul erről beszélni, mert szerintem ezt nagyon ritkán említik, vagy erről tényleg olyan keveset lehet hallani, lehet találni hozzá információkat, hát én is úgy bokkantam ezekre az információkra, hogy mit érdemes helyette használni, de azért egy kicsit kutakodni kell. Szóval remélem, lányok, hogy hasznosnak találtátok ezt a videót, és remélem, hamarosan találkozunk. Sziasztok!